Körülbelül 20 fokosat tisza vizet Tokaj rakamaznál. Ez már sokak számára elég kellemes ahhoz, hogy csobbanni támadjon kedvük. A szezon itt még nem indult el, de a napernyők és különféle vízi sporteszközök többsége már a parton. Rakamazom várhatóan a hónap közepén nyitnak, addig a bóják is a helyükre kerülnek. Hogy ezeket hova helyezik el, az a vízmagasságtól és a sodrástól is függ. Utóbbit a mentésnél is figyelembe veszik a vízi mentők, ha valaki bajba kerül. Gyakorlatilag amit szoktunk használni, az a mentőpatkó, illetve a mentőbója. Ez ugye sokaknak inkább úgy ismerős, mint a bévacsos mentőeszköz. Juhász Tibor közel 15 éve foglalkozik vízi mentéssel. Ezen a partszakaszon főleg daráscsípés és kagylóvágás, kánikula esetén pedig rosszul lét, hőguta vagy napszúrás fordul elő. Súlyosabb eset ritkán történik, amikor ezekre az eszközökre szükség lenne. Erre ráfektetem. Tehát ugye a hóna alá, és akkor ezzel együtt ugye én is belekapaszkodok, és hátúszásra elkezdem kiúzni. A fürdőzők nagy részeit visszatérő vendég, ők már azért tudják, mit kell magukkal hozniuk. Fontos ugyanis, hogy felkészülve érkezzünk a strandra. Akinek tényleg daráscsípésre, szúnyogcsípés, tehát teljesen mindegy, milyen rovar csípésről beszélünk, ő úgy gondolja, hogy allergiás rá. Mindenféleképpen hozzon magával, mert ez sajnos nem. Tehát ez egy kicsit ilyen tév eszme vagy hit, hogy tartalmaznia kell, nem tartalmazza, mert ugye ez gyógyszertári, és ugye a mentőláda nem tartalmazhatja ezt az eszközt, illetve naptej, folyadék, bevitelre nagyon figyeljünk oda, ja, és telehassal ne menjünk a vízbe. Már nem a strand része, a vízimentők a bóján túli fürdőzésre is figyelnek, munkájuk során pedig együttműködnek a vízi rendőrökkel. Többen ugyanis olyan helyen merészkednek vízbe, ahol nem lehetne. Lényegében minden ilyennek számít, ami nem fürdőzésre kijelölt hely. Szerencsére egyre kevesebben vannak a tilosban csobbanók, közülük azonban sokan nincsenek tisztában a képességeikkel és a vizek veszélyeivel. Jellemző a felső Tiszára, mi kis megyénk folyójára, hogy nagyon hirtelen tud mélyülni, a nagyon sok hordalék miatt nagyon szép homokpadok alakulnak ki, aminek a vízmélysége 30-80 cm között változik, és aztán egyszer csak egy méteren belül 3 vagy akár 5 méter mélységet ér el. Gyakorlatilag erről a homokpadról lelépve éri a legtöbb baleset a fürdőzőket. Ugye ezek nem kijelölt strandok. A kijelölt strandokon ki van bójázolt, minden reggel a vízimentő végiglábalja, megnézi, hogy hol van az a vízmélység, hová pakolta át esetleg a homokpadot a folyó. Ugyanis ezek napról napra tudnak változni. Segítség! Segítség! A hirtelen mélyülő vízben az úszni jól tudó ember is könnyen megijedhet, emellett az úszadékok és a hideg áramlatok is tudnak meglepetést okozni. Bár nem egyszerű, fontos, hogy baj esetén próbáljuk megőrizni a hideg vérünket és a víz felszínén maradni. A kapánózással ugyanis energiát veszítünk és vizet nyelhetünk. Azzal se foglalkozunk, ha közben lejjebb sodródunk. Ha valaki bajba kerül és többen vagyunk, akkor mindenféleképpen az első, legfontosabb az, hogy ugye felhívjuk a többi fürdőzőnek is a figyelmét. Olyankor általában, ugye, hogyha van valaki, aki nagyon jó úszó, akkor ő megpróbál segítséget nyújtani. De nagyon oda kell arra figyelni, hogy egy pánikban lévő fuldokló ember, az gyakorlatilag olyan erővel rendelkezik, amit mi el sem tudunk képzelni. Ha nekünk is mentenünk kell, mindenképpen használjunk valamilyen segédeszköz, például botot vagy kötenet. Évente egyébként mintegy 150-200-an fulladnak vízbe hazánkban, tavaly azonban 100 alatt maradt ezek száma. Aki viszont épségben meg is ússza a tilosban fürdőzést, az is komoly bírságra számíthat, ha elkapják.